Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Isten igéjét, amint azt erre az alkalomra választottam, és amint megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 6. részében, a 20. verstől a következőképpen. Jézus tanítványaira nézett, és így szólt. Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Amen. Tedd teljessé a mosolyt. Olvashatjuk ezen a plakáton néhány hete, most már számos felületen, egyházi kiadványokban, talán világi kiadványokban is, interneten, honlapokon is megjelenik, azt gondolom, hogy diakóniai vagy oktatási intézményekben is ki van tűzve ez a plakát, és íme most megjelenik a szarvasi ótemplomban is. Tedd teljessé a mosolyt. Evangélikus egyházunk az úgynevezett 1%-os kampány mondatául választotta ezt. Abból a felismerésből is fakadt mindez, hogy nagyon kevesen élnek azzal a lehetőséggel, hogy az adójuk 1%-át egy-egy egyház javára ajánlják föl, pedig a másik úgynevezett civil 1%-ról több mint kétszer annyian rendelkeznek, mint ahányan az egyháziat felajánlják. A kettőt egymás mellé lehetne tenni. Az egyház iránti szeretet, amely megnyilvánul egy ilyen apró gesztusban is, ami pusztán egy számnak és egy névnek a leírásában és borítékba helyezésében nyilvánulhat meg, kifejezhetjük azt, ami számunkra fontos. De mindezt nem egyszerűen pénzgyűjtő akciónak tekintjük, ne értse ezt félre a gyülekezet, hanem ezen keresztül egyházunkat szeretnénk bemutatni. Ezen keresztül egyházunkról szeretnénk szólni, amely reménység szerint azt a képet tudja magáról mutatni, hogy mosolygó egyház. Amely reménység szerint mosoly tud varázsolni, mosoly tud hímezni az emberek arcára. Tedd teljessé a mosolyt. Ugye milyen furcsa ez a látvány, többen már böngészik is, nézik ezeket a furcsa, grimaszszerű arcokat, amikor a két fél arc nem látszik összhangban, mert az egyik arc mosolyog, csak a másik nem. Egy furcsa, kényszerű vigyor, egy eltorzult arcvonás, ami ilyenkor megnyilvánul. És ezzel szemben, vagy ehhez képest, az ilyen sokszor bizarr, gyötrődő, grimaszos arcokhoz képest nekünk mosolyt lehet varázsolni az emberek arcára. Jézus azt gondolom, hogy mosolygó ember volt. Mert aki Isten országáról beszél, aki az üdvösséget, az örömhírt, a jó hírt hozza a földre, az nem teheti ezt összeszorított ajakkal, ezt nem teheti szikrázó szemmel, ezt nem teheti villogó tekintettel, hanem ezt mosolyogva kellett, hogy megtegye. És Jézus környezetében is azt gondolom, hogy mosolygó emberek voltak. Mosolygott az a gyermek, akit ő ölébe vett és megáldott. Mosolygott az az asszony, aki megtapasztalta, hogy letehette a bűnének a terhét, és meghallotta Jézustól azt a üdvözítő mondatot, hogy nem ítéllek el téged, menj el és többet ne vétkezzél. És ez az asszony, akinek addig eltorzult arca volt, attól kezdve mosolyogni tudott, Jézus teljessé tette a mosolyt az ő arcán. És mosolyogtak azok, akik a farizeusoknak az összevont szemöldökével szemben átélték Isten gyermekeinek szabadságát, a Jézushoz tartozásnak az örömét. Mosolyogtak azon, hogy ők megszabadított emberek. Úgy, ahogyan a Zsoltárban, a 126. Zsoltárban is olvassuk, mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és öröm kiáltás volt a nyelvünkön. Bárcsak nekünk is, szeretett testvéreim, megtelne a szánk nevetéssel, teljessé lenne a mosoly az arcunkon, és ezt a nevetést, ezt a mosolyt, ezt a derűt tudnánk képviselni egy komor és mosolytalan és zord világban. Mert Jézus tudja, hogy a világ sokszor ilyen. Jézus tudja, hogy a világban ott vannak a szegények és az üldözöttek, és ezért itt a hegyi beszédben, vagy a mezei beszédben, ahogy a Lukásnál találjuk, ő azt is mondja, hogy boldogok vagytok ti szegények, mert
meggazdagítattok majd, és boldogok vagytok, akik ti éheztek, mert megelégítettek. Milyen érdekes, hogy Lukács a Máté evangéliumának a spiritualizáló tendenciájával szemben nem lelki éhségről beszél, hanem valóságos éhségről. És nem metaforikusan mondja, hogy valaki szomjazik az igazságra, hanem tudja, hogy valóban vannak szomjazó, cserepes ajkú emberek, ahogyan kórházban, diakóniai otthonokban, árvaházakban, vagy a sivatagban nyomorú körülmények között vannak cserepes ajkú, szomjazó, szenvedő emberek. Gondoljuk ebben az órában is azokra a testvéreinkre, különösen is most a gyülekezet felügyelőjére, aki küzd a gyógyulásért, és akit Isten kegyelmébe kell helyeznünk, akire való tekintettel most nem könnyű mosolyognunk, de hiszem, hogyha itt lenne közöttünk, akkor ő is erre a mosolyra kérne minket. Azt kérné, hogy tegyük teljessé a mosolyt. Mert igaz, hogy szegények vannak, igaz, hogy éhezők és szomjazók vannak, de mégis mi a mosolyt képviselhetjük. És ezért ennek a mai délutánnak a keretében, vagy kilépve a templomkapun, valóban szeretnénk megosztani az ételt azokkal, akik rászorulnak, szeretnénk a szegényeket meglátogatni, megelégítetni, szeretnénk tanúbizonyságot tenni arról, hogy nem csak a beszélő szavak egyháza vagyunk, hanem a cselekedetek egyháza is. De mindehhez vegyük észre őket, és tudjunk az arcukra mosolyt hímezni. Észak-Magyarországon, Észak-Kelet-Magyarországon, Csarodán, egy református templomban érdekes, egészen meghökkentő ábrázolások vannak. A szenteket ott úgy ábrázolják, olyan képpel, amely az ő egészen különleges református templomban rendkívül szokatlan arcát mutatja. Ezek a csarodai református templomban az úgynevezett mosolygó szentek. Egészen különleges élmény. Bárcsak mi is ilyen szentek tudnánk lenni. Nem szentek glóriás értelemben, erkölcsi tökéletesség értelmében, de szentek úgy, ahogyan a Bibliában az eredetileg szerepel, hogy szent az, aki Istenhez tartozik. Mi Isten szent népe vagyunk, akár püspök, akár lelkész, akár esperes, akár gyülekezeti tag, akár egyházi intézmény dolgozója, akár egyházi iskola diákja. Mi szentek vagyunk, legyünk mosolygó szentek, és tegyük teljessé a mosolyt. Az egyik legismertebb mosolygó szent, Néri Szent Fülöp. Ha máshonnan nem, az ő életéről készült filmből ismerhetjük őt, a Legyetek jók, ha tudtok című filmből. Nos, Néri Szent Fülöpről jegyezték fel, hogy ő azt mondta, hogy könnyebb, vidább embereket vezetni a lélek útján, mint szomorúakat. És ő, aki halálát előre megjövendőlte, mégpedig mosolyogva, társa kérdésére, hogy nem féle haláltól, derűsen ezt mondta, Isten jó, és egy kis elnézéssel lesz az ő ostoba és haszontalan Fülöpjével szemben. Isten jó, ő elnézéssel van az ő ostoba és haszontalan gyermekeivel, püspökeivel, espereseivel, lelkészeivel, gyülekezeti tagjaival szemben. Ezért legyünk mi is mosolygó szentek, mosolygó egyház, mosolygó gyülekezet, és tudjunk mosolyt hímezni az emberek arcára. Előbb énekeltük a 454-es éneket, e földön annyi a könny és annyi itt a seb, mi volna boldogítóbb, mi volna édesebb, mint a könnyet szárítni, ha bár egy cseppet is, mint a sebet kötözni, ha bár csak egyet is. Itt a szarvasi ótemplomi gyülekezetben számos jelét adjuk annak, látjuk annak, hogy mennyire fontos a diakónia, a szeretett szolgálat, a könynek a felszárítása, a sebnek a bekötözése, a testnek és a léleknek a gyógyítása. Egész egyházunkban fontos a szeretett szolgálat, a diakónia. Hogy a könnyet felszárítsuk, hogy az emberek arcára mosolyt tudjunk hímezni. A 100 éve született Vörös Sándor evangélikus költő egy kétsoros versével fejezem be.
Vörös Sándor ezt írja, Isten rajtad, végtelen könny, Isten benned, végtelen mosoly. Azt kívánom, szeretett gyülekezet, hogy ennek a mosolygó Istennek legyünk, a mosolygó tanítványai. Legyünk olyan egyház, amelyről talán azt tudják elmondani, hogy ők Isten mosolya ebben a világban. Ahogyan tudtunk mosolyogni a gyermekek szívet melengető szolgálatán, énekén és táncán, mert láttam az arcotokon a mosolyt, és láttam az ő arcukon is a mosolyt. Úgy, amikor majd kimegyünk a templomba, vigyük magunkkal ezt a mosolyt, Isten mosolyát, és tegyük teljessé az emberek arcán is a mosolyt. Imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy elveszed könnyeinket, letörlöd könnyeinket, és mosolyt hímezel arcunkra. Add, hogy ez ne kényszerű mosoly, hanem belülről, szívből jövő mosoly legyen, amelynek nyomán emberek megláthatják azt, hogy mi az örömhírt, a jó hírt képviseljük. És köszönjük, hogy innen a templomból kimehetünk azok közé, akik talán keveset mosolyognak és sokat sírnak. Segíts, hogy az ő életüket is tudjuk a magunk talán egyszerű módján, de bátorítóan sokak számára könnyebbé tenni, hogy a földön kevesebb legyen a könny, és több a mosoly. Amen.